Önök a híradót látják, 8 órakor Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Előre eltervezhette a tömeggyilkosságot az a karibi térségből származó férfi, aki 4 rendőrt ölt meg csütörtökön Párizsban. Felesége szerint már szerda este ideges volt, másnap pedig bement a rendőrfőkapitányságra, és egy késsel megölt 4 embert. A támadó másfél évet ért át az iszlám hitre. A francia kormány szóvívő korábban azzal védte, hogy attól, hogy valaki muszlim, még nem lesz terrorista. Ám a friss hírek szerint átvette a nyomozást a terrorelhárítási ügyészség, vagyis az eset mégis terrortámadás lehetett. 15 év börtönt kapott az a szír bevándorló, aki januárban Bécsújhelyen megfojtotta volt barátnőjét, az ítélet nem jogerős. A férfi 5 éve élt Ausztriában, a lánnyal tavaly szakítottak, de ő nem nyugodott bele és folyamatosan követte, sőt zaklatta volt barátnőjét. A lány családja feljelentést tett, a hatóság távoltartást rendelt el, de a szír férfi ezzel sem foglalkozott. Idén január 13-án éjjel ismét követte a lányt, majd egy parkban rátámadt és megfojtotta. A gyilkosság után felmerült a gyanú, hogy a férfi Magyarországra szökhetett, végül Ausztriában fogták el. A bíróságon semmilyen megbánást nem tanúsított. Nem csak biztonsági, hanem hosszú távú politikai következményei is lehetnek a migrációnak azzal, hogy az olasz kormány az állampolgárság mellett szavazati jogot is adna az illegális bevándorlóknak. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt itt az M1-en. Bakondi György emlékeztetett, hogy a bevándorláspárti európai politikusok most újra rá akarják erőltetni a migrációt Európára. Az Európai Bizottságnak azonban az lenne a feladata, hogy az illegális bevándorlókat távol tartsa a kontinenstől. Sürgős, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament az általuk is hangsúlyozott külső határvédelem fontosságát megértve elég sürgős intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy Görögország betöltse azt a szerepet, amelyet 2015 óta nem töltött be, ami Schengeni tagságából következik, hogy az illegális bevándorlókat távol tartsa a kontinenstől. 16 migránst fogtak el az éjjel a magyar határon. Hajnalban egy tehervonat vagonjában próbált meg Magyarországra szökni 7 migráns Kelebiánál. A hatóságok a vonatát vizsgálása közben találták meg az illegális bevándorlókat. Nem sokkal később pedig Herceg-Szántónál 9 migráns tartóztattak fel a határt védő rendőrök és katonák. Az elfogott illegális bevándorlók afgán, iraki és iráni állampolgárnak vallották magukat, de mivel nem voltak papírjaik, ezért a hatóságok visszakísérték őket a biztonsági határzárhoz. Kényszerítés gyanúja miatt nyomozást indított az ügyészség az esetleges zuglói zsarolások és fenyegetések miatt. Karácsony Gergely a nemrég kiszivárgott hangfelvételen beszélt szocialista lopásokról, zsarolásról, családja elleni fenyegetésről. Majd másnap az egyik zuglói független polgármester jelölt azt írta, hogy korábban már neki is panaszkodott hasonló ügyek miatt Karácsony Gergely. A zuglói polgármester később tagadta, hogy valóban ennyire elmérgesedett volna a viszonya a szocialistákkal. Az ügyészség egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz. Az ügyben egy magánszemély feljelentése alapján 2019. október 3-án rendelt el nyomozást kényszerítés büntette miatt a budapesti regionális nyomozóügyészség. Az ügy azért folyik a központi nyomozófőügyészségen, mivel a feljelentett személy mentelmi joggal érintett. Választásrendje elleni büntet, azaz választási csalás gyanúja miatt indítványozta a DK-s Varjú László mentelmi jogának felfüggesztését a legfőbb ügyész. A gyanú szerint Varjú László még a tavalyi országgyűlési választás előtt költség- és kártérítést ajánlotta volt MSZP-s Horváth Imrének, hogy ne induljon egyéni jelöltként, és ezzel ne rontsa a baloldal esélyeit. A találkozóról hangfelvétel is készült. 2018. február 12-én egy kávézóban találkozott a függetlenként induló jelölttel. A találkozó során Varjú László a választáson való nyerési esélyeinek növelése érdekében anyagi juttatást ígért a férfinak azért, hogy a képviselőjelöltségtől lépjen vissza a javára. A férfi a felvetést elutasította. Varjú László országgyűlési képviselő cselekménye választásrendje elleni büntet megállapítására lehet alkalmas. A büntető eljárás lefolytatására az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.
Újabb titokban rögzített felvétel került nyilvánosságra. A Hír TV szerint egy 19. kerületi baloldali önkormányzati képviselő látható a videón. Szó van Fehérporról és arról is, hogy a kerületi politikában hogyan lehet több százmilliós összegeket keresni, kivel kell szerződést kötni. A 19. kerületet ciklusok óta az MSZP-s Gajda Péter irányítja. A videón a Hír TV szerint Lakner Csaba látható, aki jövő héten a Momentum, a DK, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjeként indul. Gajda Péter mocskolódásnak tartja a történetet. Tányér. A Hír TV hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen Lakner Csaba kispesti MSZP-s képviselő látható, kezében egy zacskó fehér porral. A szocialista politikus először egy ventilátor elé teszi a zacskót, hogy kiszárítsa annak tartalmát. Azután a Hír TV szerint egy tányéron kezdi kiporciózni egy bankkártya segítségével. A Hír TV birtokába több órányi idén-nyáron készült felvétel került. Ezeken Lakner Csaba kispesti szocialista képviselőjelölt arról beszélt társainak, hogy csak az a kerületi politikus képtelen megszerezni évi 100 millió forintot, aki hülye. Vannak olyan emberek, akik egy kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a 100 millió forintot, akkor hülye vagy. Az is igaz, hogy az, aki jól csinálja, az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozóktól jön vissza. Lakner Csaba a kerület 7. számú választókerületében indul az ellenzéki összefogás jelöltjeként, a DK, a Momentum és a Párbeszéd támogatásával, a szocialista polgármester Gajda Péter csapatában. A felvételeken Lakner Csaba arról is beszél, hogy Gajda Péter kerületében hogyan működnek a gazdasági ügyek. Tavaly évben felvetünk több, 1,2 milliárd forint hitelt, de úgy vettünk fel 1,2 milliárd forintos hitelt, hogy nekünk a 2017-ről volt majdnem 800 millió forint, hogy is hívják, tartalékunk. Ez a nagy többsége ugye ez mind a Krinyón keresztül ment, amit különben senki nem sajnál tőle. A felvételen emlegetett Krinyó valójában Kránic Krisztián, a kerület vagyonkezelőjének a vezetője. Ő is szocialista képviselő, bár idén már nem indították. A Hír TV szerint a hanganyagban Lakner Csaba többször utal arra, hogy Kránic Krisztiánnak több százmillió forintos eltitkolt vagyona van. Innentől kezdve a Krisztiánnak sajnos szerintem ki lett herjelve. Jó, de hát ő mondta, hogy megnyugdíjba, mert megkerestem, amit meg akartam. Tudod, milyen hamar el lehet költeni 200-250 millió forintot? Tudom. Ugye az, aki hozzászokott egy jó léthez. Lakner Csaba saját vagyoni helyzetéről is beszél a felvételeken. Arra utal, hogy több mint 4-szer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a bevallott jövedelme. Ahhoz, hogy például én azt a pénzt, amit megkeresek most havonta, ahhoz nekem legalább 8, 9 vagy kb. 10 40-50 négyzetméteres újépítésű ingatlanomnak kéne lenni, hogy a kiadásokból azt a havi bevételt tudjam fedezni. Azért mondjuk egy 8-9-10 millió, vagy 8-9-10 lakás, azért az nem kevés, akár is nézzük, akár 300-400 millió forintra is lukat, nem? Ahhoz, hogy te másfél, mondjuk egy másfél millió forintot mindenfajta munka nélkül beszedjél. A beszélgetés végén egy ismeretlen férfi azt mondja. A férfi a Hír TV szerint Gajda Péter szocialista polgármesterre utal. Lakner Csaba kispesti képviselőjelöltként, Gajda Péter pedig ugyanannak a kerületnek a polgármester jelöltjeként indul az önkormányzati választáson, Karácsony Gergely közös ellenzéki csapatában. Gajda Péter mocskolódásnak tartja a megjelenteket, mindez abból a videóból derül ki, amely a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után alig 2 órával jelent meg Karácsony Gergely Facebook oldalán. A főpolgármester jelölt ugyanis éppen Kispesten kampányolt. Elindult a budapesti Szikla templomtól a Pálos 70 elnevezésű zarándoklat. A különleges túrát immár 9. alkalommal járhatják végig a résztvevők. A tervek szerint vasárnap érkeznek meg Mária Nosztrára. Akár ma is lehet még csatlakozni hozzájuk. Reggel 6 órától vehették át regisztrációjukat az zarándoklatra érkezők a túra rajtjánál. A nagyobb csomagokat le is adhatták a résztvevők, így valamennyien egy-egy hátizsákkal vághattak neki a napi távnak.
Előkerültek a túrabotok, térképek, mindenki örömmel készülődött az útra. Többen nem először csatlakoztak a pálos szerzetesek által vezetett zarándoklathoz. Mindig egy-egy mondat visszajön a hétköznapokban, amit hallott, van egy helyzet, akkor beugrik, hogy mit mondott az atya, vagy hogy mit hallottunk itt. És ez mindig erőt ad ahhoz, hogy tovább lépjünk. A szervezők 6 különböző távon kínálnak utat az érdeklődőknek a hétvégén. Gondoltak a családosokra, a kerékpározókra is, de a 74 kilométeres távot egyszerre is meg lehet tenni teljesítménytúrán. Ma reggel a 3 napos zarándoklaton résztvevők kelnek útra, ez azt jelenti, hogy ők 3 nap alatt fogják teljesíteni ezt a 74 kilométeres távot. Ők megalszanak Csobánkán, illetve Szobon, és vasárnapra a búcsúi szentmisére érnek majd Mária Nostrára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével! Az zarándoklat különleges körülmények között, a természet közelségében, fizikai kihívások között segíti az Istenhez való közeledést, és máshoz nem hasonlítható közösségeket teremt, fogalmazott az egyik lelkivezető. Egy zarándoklat, az egy döntés. Mikor elindulok, akkor hozok egy döntés, hogy megnyílok az újra. Akkor is, hogyha nem tudom, milyen idő lesz, ha nem tudom, mi minden vár rám, és ezzel a megnyílással egyszerre az ember befogadóbbá is válik. Az zarándokok ma a Sziklatemplomtól indulva egyebek mellett a Kútföldi kápolna, Normafa, Mária remete és a Solymári vár érintésével érkeznek meg Csobánkára. Villámárvizek pusztítottak a görögországi Kefalónia szigetén, miután a térségre hatalmas mennyiségű eső esett. A víz befolyt a házakba, az erős sodrás mindent elvitt magával, ami az útjába került. Voltak települések, ahol autókat is elsodort az ár. A hirtelen lezúduló eső hatalmas károkat okozott a szigeten, de emberek nem sérültek meg.